A parlagfű virágbimbójának kialakulását kell megakadályozniuk a gazdálkodóknak, és ezt az állapotot folyamatosan a szezon végéig fenn kell tartani. Ezért már május 16-ától megkezdődött a baranyai földterületek ellenőrzése is, tudtuk meg a szakhatóságtól. Amennyiben parlagfüvet találnak, felhívják a gazdálkodókat arra, hogy a parlagfű mentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget. Amennyiben a parlagfű kialakulása megtörténik, a jogszabálysértés megvalósul, minden ilyen esetben ugye parlagfű bírság vagy növényvédelmi bírság kerül kiszabásra, illetve közérdekű védekezés kerülhet elrendelésre. Ha a haszonnövény kultúrában telepedett meg a parlagfű, azt is ki kell írtani. Ha nem teszik, akkor 30%-os fertőzöttségtől elrendelheti a hatóság a kényszerkaszálást az egész területre. A növényvédelmi bírság pedig területtől függően 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet. A visszaesőknél figyelembe veszik, ha valaki már volt büntetve. Ők az előző büntetés másfélszeresével számolhatnak rögtön. A parlagfűvel kapcsolatban tavaly sok esetben kellett eljárást indítani. 200 eljárás indult, ez több száz hektár nagyságrendben intézkedtünk, közel 5 millió forintnyi bírság került kiszabásra, és gyakorlatilag azt hiszem 110 darab közérdekű védekezés került elrendelésre. Ezeknek a végrehajtására nem került sor, mert a gazdálkodók nagyon sok esetben a hatósági eljárások való értesülésük előtt már gyommentesítették a területet, illetve amikor a hatóságtól az ezzel kapcsolatos határozatokat megkapták, önként eleget tettek a gyommentesítési kötelezettségüknek. A parlagfű virágzása júliusban kezdődik, ezért kell még előtte megszabadulni a növénytől. A tavalyi évtől a vonatkozó előírások szigorodtak, a módosítás szerint, ha a parlagfűvel fertőzött területről bejelentés érkezik, azt a hatóság köteles 5 napon belül érdemben kivizsgálni, és a bejelentőt tájékoztatni a megtett intézkedésekről. Baranya megyében mintegy 400 000 hektár érintett a parlagfű elleni védekezésben.